a Szovjetunió elleni német támadás után nagy nyomás nehezedett a magyar kormányra, hogy kapcsolódjon be a kibontakozó hadműveletekbe. A katonai vezetés, a szélső jobboldali erők, sőt a hatalom bázisául szolgáló politikai körökben és magában a kormánypártban is jelenlévő militáns tényezők az antibolsevista ideológia lázában, a várható gyors német győzelemben való részvételből származó előnyökre számítva és a revízió teljesítételében reménykedve a háborús közreműködést szorgalmazták. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunk címe Magyarország hadbalépése a II. világháborúban. Erről a témáról fogok beszélgetni meghívott vendégeimmel. A műsor elején majd szótejtünk arról, hogy mik voltak a hadbalépés előzményei. Megnézzük majd, hogy Teleki milyen intézkedéseket tett. Később arról lesz szó, hogy történt-e szabályos hadüzenet a II. világháborúban Magyarországot tekintve. Aztán végignézzük majd, hogy mi történt a II. világháborúban a hadbalépés után, műsorunk végén pedig eljutunk egészen 1945-ig. A magyar államférfi és tudós miniszterelnök, gróf Teleki Pál szinte feloldhatatlannak tűnő dilemmába került. Hivatalba lépése óta, bár az egész egy nagy kötéltáncnak volt nevezhető, és az a kötél, amelyen táncolt, még síkos is volt, azt kell, hogy mondjuk, hogy a magyar érdekek szempontjából sikeres külpolitikát folytatott. Legfőképpen sikerült eddig hazánk nem hadviselő állapotát, de facto valamiféle semlegességet megőriznie. Továbbá már mindjárt a miniszterelnöksége elején háború nélkül hazánkhoz csatolta Kárpátalját. Kivonta Magyarországot a lengyel krízisből, sőt segítette és menedéket nyújtott a menekülő lengyelek tízezreinek. A Lengyelországgal szembeni német kéréseket elutasította. 1940-ben, bár ő maga roppant pessimista volt, szintén háború nélkül visszajuttatta Magyarországnak észak is a második Bécsi döntéssel, amely a legnagyobb volumenű országgyarapításnak bizonyult. Végül az ő kormánya kötötte meg Jugoszláviával az örök barátsági szerződést, amely, ahogy említettük, a békés revíziót sem zárta ki. Beszélgetésünk kezdetén ejtsünk néhány szót a hadba lépés kiváltó okairól. Hogyha megnézzük Európa térképét 1940 végén, 41 elején, azt láthatjuk, hogy Magyarország fegyveres semlegesség stratégiája, illetve a revízió egyelőre még, hogy úgy mondjam, biztos lábakon áll. Tehát a Kárpátoktól délre első térségben még nincs számottevő fegyveres konfliktus, kivéve hát szegény olaszok Görögországban szerencsétlenkednek az Albán határvidéken, elmossa őket az eső. Így Magyarország úgy érzi, hogy egyőre ki tud maradni a háborúból. Ekkor következik be a jugoszláviai válság. Teveki Pál megoldhatatlannak érzi a helyzetét. Próbált már korábban is gesztusokat tenni, közeledni a Szovjetunió felé, onnan elutasítás volt a válasz, ugye ez egy hintapolitika Igen. lett volna. Magyarország egyértelműen a német szövetséges mellé sorolódik. Mi itt teleki szerepe, amikor a hatbalépés okairól, kiváltó okairól beszélünk, illetve arról, hogy milyen volt az ekkori magyar politika, azt hiszem, hogy ennek a központjában teleki pál áll. Azt kell látnunk, hogy a hatba lépés kapcsán meg lehet róla emlékezni, hogy Magyarország második világháborús részvételéről lehet vitatkozni, hogy Jugoszlávia, miután a németek megtámadják Jugoszláviát, azután kezdődik. Ugye a magyar királyi honvédség akkor lép csak harccselekményeiben, amikor Jugoszlávia de facto és de jóra sem létezik már. Viszont a másik út pedig természetesen a szovjet háborúnak a kérdése lesz, amikor hát egyértelműen már az ország benne van a második világháborúban. Azt kell itt azonban látnunk, hogy a telekit követő miniszterelnök Bárdosi László tulajdonképpen politikában teleki politikáját fogja folytatni. Tehát hát nincs az az éles cizúra, amit korábbiakban ö, többször mondtak, hogy egy éles váltás lett volna a magyar diplomáciában, külpolitikában. Ez mindvégig cél marad a Horthy korszak ezen időszakában is, hogy lehető legtovább az ország semleges maradjon, ne kapcsolódjon be a harccselekményekbe, és ha be is kell kapcsolódni, akkor minél kevesebb katonát haderőt kelljen ebbe belevonni, hiszen az első világháború tapasztalataiból kiindulva a katonai vezetés és a politikai vezetés is abban bízott, hogyha egy intakt, minél erősebb magyar haderő a háború végén rendelkezésre áll, akkor az át, ennek segítségével meg lehet védeni a revízió eredményeit. Tehát ne felejtsük el, hogy egy három év alatt lényegében siker az ország trianonban elveszített magyarságának jelentős részét Magyarországhoz visszaszerezni, és ezeket az eredményeket mindenképpen megkívánta védeni a politikai vezetés, és tulajdonképpen ezek lesznek a fő mozgatórugói annak is, hogy a német szövetség és a német szövetségnek a behez való viszony hogyan alakuljon Magyarország vonatkozásában. Tehát mindennek a fő cél alapvetően a revízió eredményeinek védelme volt. De látnunk kell, hogy ugyanakkor van egy kritikus három hónap, ez 1941 június, júniusáig, április-től júniusáig tart, amikor is a körülmények azok változnak, és itt a hadbalépés kiváltókai között végül ezt a három hónapot kéne megvizsgálnunk. Én, én úgy fogalmaznám át egy kicsit, amit a Dávid mondott, hogy a revízió eredményeinek megőrzése, hogy szerintem az elsődleges cél a magyar nemzeti állami mozgástér lehetőség szerinti megőrzése, a függetlenség legalább a függetlenség bázisának a megőrzése, tehát az állami cselekvőképesség. Ne felejtsük, hogy Magyarországot 41. áprilisa után kik veszik körbe? Szlovákia, gyakorlatilag egy német állam, Románia, szándék és akarati egységben van a német birodalommal, Horvátország, gyakorlatilag csak a németek kegyéből. Létező ország. Hát a vezetése. Ott van Szerbia, ahol szintén van egy kollaboráns polgárháborús kormányzat, a negyik kormányzat. Magyarország az egyetlen olyan, amely a saját útját próbálná megjárni. Június 26-án az ország légterét több alkalommal sértették meg szovjet, illetve azonosíthatatlan felségjelű gépek. Ezek közül minden kétséget kizáróan a 13 óra 8 perckor végrehajtott kassa elleni támadás volt a legjelentősebb. Az említett időpontban három, máig sem azonosított gép, körülbelül 30 bombát dobott le a Betlen Gábor és a Görgei Artúr laktanyákra, valamint a postapalotára és a környező lakóházakra. Ezen események hatására a minisztertanács már délután összeült, és döntött a Szovjetunióval szembeni hadi állapot kinyilvánításáról. Köztudomású tény, hogy Kassa bombázása ö, volt a kiváltó ok vagy ürügy, erről most beszélnünk kéne föltétlenül. Négy nappal vagyunk a német támadás után 1941. június 26-án, amikor két fontosabb incidens történik. Az első, amit talán kevésbé ismert, hogy Rahónál egy személyvonatot puskáz, egy szovjet vadászgép, itt ez teljesen egyértelműen szovjet támadás, vagy szovjet provokáció volt. Kassáról éles viták bontakoztak ki, itt anyagi tény szerint az történik, hogy három repülőgép bombázza Kassát, kettő nem robban fel, az egyik, amelyik nem Kassára, mert Nyitzkére hullott, és egy másik, amelyik Kassán is volt egy ilyen bomba, és erre a két bombáról meg lehetett állapítani egyértelműen, hogy ezek orosz bombák voltak. Most a pontos körülményei a bombázásnak, erről rengeteg vita volt az állam időszakban is, már gyakorlatilag mindenki kvázi képbe került, hogy kitámadhatta meg Kassel, gyakorlatilag a magyar önprovokációtól kezdve egy román szállat is felvetettek, szlovák szállat is felvetettek, német szállat is felvetettek, és természetesen a legvalószínűbb szenárió, hogy a szovjet, eredet volt itt a, a fontos. De a leg, ha most ezeket a vitákat megnézzük, a legvalószínűbb forgatókönyv az volt, hogy egy szovjet támadásról volt szó, de valószínűleg egy navigációs hiba következtében történt ez, mert a Kassától nem messze lévő eperjesen egy fontos szlovák katonai támaszpont is volt. Rádiótoronyjal valószínűleg azt akarták megtámadni, de navigációs hiba következtében Kassát támadták meg. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a Szovjetuniónak a szándéka, ezek finoman fogalmazva nem voltak defenzívek 1941-ről. Hát gondoljunk csak 39-40-ra, amikor lényegében Magyarország kivételével az összes Kelet-Európában szomszédos államot a Szovjetunió megtámadja és bekebelezi, vagy pedig megtámadja, de nem sikerül ez a támadás, ugye a finn esetben. De lényegében Észtország, Lettország, Litvánia... Kelet-Lengyelország, Romániának is megy egy ultimátum 40, auguszt, 40 nyarán, amikor elfoglalják Besszarábiát, illetve Észak-Bukovinát. Tehát gyakorlatilag egy offenzív szovjet lépéssorozat van, és ezek nyilvános és publikus dolgok. Tehát igazából az a narratíva, amely kizárólag nagy honvédő háborúnak hívja a második világháborút a rossz szemszögből, ez a 39-40-es eseményekből hát finoman fogalmazva nem igazolható. Ha ránézünk a térképre, akkor látjuk, hogy az a bizonyos magyar, magyar határszakasz, ez különbözik az összes többitől, a balti tengertől egészen le az Adriáig. Ezekben a napokban, ezekben a nyári napokban azért különbözik, mert itt néhány nap időtartamáig még egyőre nyugalom van. Most egy-két dolgot szeretnék a Dávid által elmondottakhoz hozzáfűzni. A magyar katonai felderítés már próbál dolgozni június elejétől, és, és ők, ők, úgy látják, hogy, hogy ott a szovjetek mozgolódnak, erőszpontosítás van. A másik, hogy amikor később bekapcsolódik a magyar fél a hadműveletekbe, egyes tisztek arra jutnak, hogy tulajdonképpen itt egy preventív csapásról volt szó. A szovjet térképeken sokszor kárpát alját már majdnem félreérthetetlen utalásként, területek. szovjet területként jelölték. Most erről a részéről ennyit. Nézzük meg a magyar döntéshozókat. A kormány ülésén, illetve a koronatanácson két ízben is Bánfi Dániel, földművelésügyi, illetve keresztes Fischer belügyminiszter szót emel a hatba lépés ellen. Bánfi Dániel szó szerint azt mondja, hogy gondoljátok bele, hogyha az orosz megrakja a németet, akkor nekünk befelegzett. Keresztes Fischerről rendelkezésre sokkal később egy Stolte nevű hivatásos provokátor vallomása, amelyben elmondja, hogy Keresztes Fischer tisztában volt vele, hogy a németek megint vereséget fognak szenvedni. Amikor megtámadták a szovjeteket, akkor úgy kiáltott fel, hogy eddig csak azt tudtam, hogy megverik őket, most már azt is tudom, hogy ki fogja őket megverni. 1941. június 27-én a soron következő minisztertanácson megszületett a hivatalos döntés is, hogy Magyarország megtámadja a Szovjetuniót. Ezt a kormányzó is szentesítette, a parlamentnek sem volt ellenvetése. A hadi állapotot tekintve alkotmányjogi kifogások nem merülnek fel. De e döntés után hosszú, sötét árnyék vetült Magyarországra azt hiszem kiegészítést igényel az általad előbb elmondott eseménysorozat. Amikor megtörténik a Szovjetunió elleni német támadás, a Magyarország csak a diplomáciai viszony megszakítását jelenti be a moszkvai nagyköveten keresztül. Molotov egészen el van hűlve, és hol a hadüzenet? Hát azt mondja, hát most nincs még hadüzenet. Ők ugyanis lehallgatták a követségeket, és arra számítottak, hogy Magyarország is be fog lépni. Félreérthetetlen utalást tesz Molotov az erdélyi igények elismerésére. 41. december elején, decemberében megtörténik, ugye a Pearl Harbor elleni japán támadás, Hitler velkendezve üzen az Egyesült Államoknak. Zárójelben jegyzem meg, reálisan nézve az Atlanti óceánon már majdnem gyakorlatilag hadban álltak. Ezt követően, hát Magyarország ugye lapít kis országként, hát mit tehetnénk, felkeresi a német, az olasz és a japán követ, bárdosít, és az európai szolidaritásra hivatkozva követelik a hadüzenetet. Hm. Most ebbe ugye az európai, a szolidaritás önmagába, és az, hogy a hadüzent és hogy a Japán hivatkozik az európai. Szóval ez valami egészen, egészen szenzációs. Hogyha ezt visszavetítjük a sokkal lényegesebb, már mint a németek számára, a keleti front esetében azt mondhatjuk, hogy Magyarország egy ilyen külső nyomásnak, Németország részéről nem lett volna képes ellenállni, már csak azért sem, mert volt a tisztikarnak, és sajnos valljuk be, az értelmiségnek is egy nemzeti kisebb rendűségtől fűtött, a németekkel szemben alárendeltséget érző jelentős része. Van még egy olyan kérdés, amiről főtétlenül beszélnünk kell, mert az eltelő évtizedek alatt ez a bizonyos kijelentés, ez néha metamorfizálódott. Itt most arra gondolok, hogy üzentünk-e hadat proform vagy nem üzentünk hadat, vagy hadi állapotról van szó? A hadi állapot beállt a ki a magyar vezetés részéről. De azt kell látnunk, hogy jogi értelemben Hortinak erre az 1920. évi első és 11. törvénycik alapján lehetősége volt, mert közvetlen fegyveres támadás, illetve elhajítandó veszély esetében ezek a jogszabályok lehetővé tették Horti számára a hadi állapot beálltának kimondását. Itt ö, persze többen támadták ezt a későbbiekben, és itt feszegették a miniszterelnök, ö, illetve a nemzetgyűlés felelősségét is, de azt kell elmondanunk tehát, hogy a, a magyar, akkori magyar jogszabályoknak, tehát jogi értelemben ö, a hadi állapotnak a a kinyilvánítása, az jogi értelemben ö, rendben volt. Ki hozta a... a döntést, az országgyűlés hozta, vagy a kormányzó hozta? Itt a kormányzó személyes döntéséről van szó. Tehát ezt, ezt egy, aztán a, gyakorlatilag az ellene felhozott vádak közül egyik legfontosabb vádpont lesz. De minek utána a Szovjetunió 45-ös győzelem után ezt, az, ezt a napot és ezt a döntést teszi tulajdonképpen az összes többi bűn, most az ő mondtam ezt, legfőbb bűnének. Tehát ha gondolunk, belegondolunk, Bárdosi miniszterelnök elítélésének ez lesz a szöveges legfontosabb, indoka, de még mondjuk Hóman bárintés, aki ugye, mint ő, uh, de ott van ugye a kormányban, de proforma ezért nem volt felelősségre vonható, de mégis a Homan elleni ö, vádpontok összeállításán is ez az első és legfontosabb pont. Hát nem véletlenül egyébként, mert igazolni kellett azt a tézist, a szovjetek által kidolgozott tézist, hogy itt 41 és 45 között a második nagy honvédő háború zajlott és hogyha ezt, ezt a narratívát akarom abszolút tenni, akkor egyértelműen bizonyítani kell, hogy a Szovjetunió kizárólagosan agresszió áldozatává vált, nem pedig egy preventív csapásnak a, a áldozatává Tehát ez, ez, ezek magyarázták ezt a, ezt a tényezőt, és hát itt természetesen számba kell azt venni, hogy a korabeli katonai elit, politikai elit sem volt ostoba. Tehát amikor megindul a, ez a háború, visszaemlékezéséből tudjuk például a szombathelyi altában esetéből, hogy kifejezetten tartottak ettől a szovjet háborútól, de a, a fentebb vagy a korábban elmondott indokok mentén ezt elkerülhetetlennek látták. A testbe szervezett gyors csapatok egységes irányítására hozták létre a Magyar Királyi első gyors parancsnokságot 1940. március 1-én alárendeltségébe az első és második gépkocsizó, valamint az első és második lovas dandárok tartoztak Budapest, Munkács, Nyíregyháza és Kecskemét állomás helyeken. Megalakításukkor a gyorshattest csapatai a magyar hadsereg legmodernebb egységei voltak, jól lehet a korszerűségtől még így is messze álltak. Eredeti feladatuknak az egyes kisantant országokkal szembeni fegyveres revízió végrehajtása azonban megfeleltek. A Kárpát-medencén belüli alkalmazásra lettek tehát felállítva, felszerelve. Megtörténik a hadi állapot beállása, és ezek után földgyorsulnak az események, és ezek már harctéri komoly katonai események. Igen, 1941-ben Magyarország egy megközelítően 80 ezer főnyi hadtestel vesz részt a hadműveletekben. Ugye a híres gyors, gyors hadműveletről van szó, szóval még egészen a Donetsk folyóig jut el ez az egység. Aztán 42. januárjában már a németek szorgalmazzák azt, hogy ide küldik az egy legfontosabb tábornokokat, Kejtel tábornagyot, hogy erről a korti kormányzat és a katonai vezetés meggyőzzék hogy egy egész hadsereget küldjön ki Magyarország a várható déli offenzíva támogatásához. Ebből fog kinőni a Magyar Királyi második Honvéd hadseregnek a kiküldése, majd pedig a Donkonyarban megvívott csaták. És aztán továbbra is azt látjuk, hogy a későbbi években, 43-44-ben a magyar haderőre elsősorban a megszállási feladatokban számítanak a németek, de mindvégig igénylik tulajdonképpen a magyar katonai erőnek a jelenlétét a megszállt uh, szovjet uh, területeken. És akkor így jutunk el tulajdonképpen 1944-45-höz. Itt ki kell emelnünk azt a dolgot, hogy uh, Magyarország már csak azért sem tudott uh, ebből a háborúból kimaradni, mert amikor a szovjetek a román áttalás után 44. augusztusának végén megérkeznek az Aldunához, akkor azonnal hadüzenetet küldenek Bulgáriának, amely addig nem állt hadi állapotban a, a Szovjetunióban. És tulajdonképpen néhány hét leforgása alatt Bulgáriát is megszállják, annak ellenére, hogy egy russzofil országról van szó, mint tudjuk, és annak ellenére, annak ellenére, hogy nem volt közöttük hadai de azonnal megszállják őket. Itt egy másik híres mondást is lehet mondani tulajdonképpen, hogy amit egyes országok jutalomként kapnak, az Magyarország büntetésű, tehát mi büntetésül kaptuk a kommunizmust, a lengyelek, csehszlovákok meg kvázi úgymond, jutalmul. Még azt kell mindenképpen elmondani, tehát, hogy ennek az egész háborúnak a, lefolyása és kimenetele az, hogy a szovjetek milyen veszteségeket szemmelnek el 1941 második felében, ez egyértelműen Stalin generalissimus hibáira, rossz meglátásaira mennek vissza, hiszen Stalinnak voltak információ arról, hogy mekkora a német támadás készülődik, ennek ellenére, ha valóban védekezni akart volna, akkor ezt megtehette volna 1941 nyarán, ehelyett kivárt, és ennek a következménye nem pusztán a saját országának a nyugati részének majdnem teljes pusztulása volt, hanem az is, hogy a háború ilyen mértékben elhúzódott. Az az alapkérdés, hogy lehetett volna -e másként Magyarország képes lett volna elkerülni egészen 1945. május 8-áig a második világháborúban való belépést, illetőleg azt, hogy harcoló félként vegyen részt Németország oldalán. Itt két totalitárius nagyhatalom vadász területének a középpontjában fekszik Magyarország. Azt is mondhatjuk tehát, hogy totalitárius szinergiák érvényesülnek. Ha szorosan együttműködik a két nagyhatalom, az is rossz nekünk, és ha évet halál konfliktusba kerülnek, az is rossz nekünk. Nekünk az volt a kegyelmi pillanatunk, amikor a délkelet európai térségre nézve még egy olyan laza elboltolás volt a két totális nagyhatalom között. Onnantól kezdve, hogy ütköztek, elfogyott a felosztható terület közép- és délkelet-európában, Magyarország teljesen egyértelmű, hogy hát persze a történelmben ilyet nehéz mondani, csak azt teheti meg, akinek direkt vonala van az Úristenhez, de nem maradhatott volna ki emberi számítás szerint a háborúból. Azt hiszem, itt még egy kérdésről föltétlenül beszélnünk kell, ez pedig az orosz kapcsolat és az orosz vonal. Sokan azzal vádolták, a, és vádolják ma is a, a, az akkori magyar kormányokat, és magát személyesen a kormányzót is, hogy megkísérletet tettek arra, hogy esetleg másként alakuljanak a dolgok. Igaz -e ez? Vagy volt, vagy létezette valamiféle, valamiféle puhatolózás abba az irányba is? Ez teljesen értelműen kimutatható. Elsősorban és értelemszerűen inkább a nyugati szövetségesek felé történt mindez, bár itt meg kell jegyeznünk, hogy nem üzentünk például hadat Nagy-Britanniának, hanem fordítva, amikor Sztálin követeli 41. decemberében pont az imént idézett pörhábori támadás után, hogy akkor tessenek szépen kinyilvánítani a hadi állapotot Magyarországon, és ezt a britek meg is teszik, tehát hogy ez, ez is egy fontos különbség. Mivel a horti korszaknak a politikai elitje teljesen érthető módon antibolsevista attitűd által volt vezetve. 19 Ezért után ez nem teljesen, megladő. Igen, tehát ez, ez, is egy teljesen természetes dolog volt. Ezért a szovjetekkel való tárgyalást gyakorlatilag a legvégsőkig csak az ultima rációként tudták elfogadni, tehát ha minden kötél szakad alapon, de 44 végén ezt is megteszik. Tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ugye maga Hort is, mondjuk a híres levelet, amit Stalinhoz intéz, amit tábornagyként szólítja meg Sztálint, és maga kéri tulajdonképpen a fegyverszünetet a szovjetektől. És ez lesz az a pont egyébként, ami miatt Hortit nem is ítélik el a második világháború után, mert erről a levélre hivatkozza, mondja Sztálin azt, hogy tulajdonképpen Horti megkísérelte lezárni ezt a háborút. Na, annyit tennék hozzá, hogy voltak próbálkozások, ahogy említettem, Teveki, Betven részéről, Sajnos úgy alakult, hogy a szovjetek érdekeltsége más irányba fordult 41-ig bezárólag. Visszanézve erre az időszakra, sok évtized elmúltával, még mindig milyen eh, érzelmi indulatokat tud kiváltani a magyar közéletben eh, mindaz, ami akkor történt. És az a döbbenetes, hogy eh, talán még mindig nem értünk el az igazság magvához, tehát a történészeinknek bizony még nagyon sok feladata van, Mire ezek a kérdések, a hadbalépés kérdése, az utána következő dolgok egyszer majd talán világosan ott állhatnak a magyar közvélemény előtt. A magyarországi harccselekmények 1945. április 11-én Magyar-Bükkös Szovjet megszállásával értek véget. Magyarország teljes embervesztesége 900 ezer főre tehető. 1944 tavaszán 450 ezer magyarországi zsidót deportáltak hadifogságba, 570 ezeren, köztük 150 ezer polgári személy került. A magyarországi légitámadásoknak közel 20 ezer fő esett áldozatul, a háború újabb területcsonkítással és a nemzeti vagyon 40%-ának elvesztésével fejeződött be.